Sziasztok, ez itt a Hellén Hegemónia második epizódja, az Imperátor végjátszásunk, legelső Imperátor végjátszásunk második epizódja, és onnan folytatjuk, ahol legutóbb abba hagytuk. Ugye lassan háborúba kéne menni, csak nincsen senkire claimünk, igaz? Szóval menjen tovább az idő, az a biztos. Tudnánk egy trade route-ot szerezni most már, mert lett elég pontunk, és amire nekünk most, na most mire van szükségünk? Ez egy jó kérdés. Tudnánk vasat behozni, ami engedélyezni a heavy infantrikat? Szerintem most nincsenek heavy infantriaink. Vannak? Egyszerű megnézni a Bicro Builderben, de én properly akarom trade goods-ban. Tehát azt mondja, hogy vegetables-ünk van, elég sok egyébként. Fa, oké, horses, van iron, de az hozzánk tartozik? Aha, van ironunk, akkor fölösleges behozni ironot. Igen, ott van iron. Ami azt jelenti, hogy akkor itt tudunk gyártani heavy infantryt, meg ez is hozzátartozik, akkor ez is, meg itt is. Ó, egy csomó olyan tudunk heavy infantryt gyártani. Most megnézzük, hogy tényleg úgy működik a játék, ahogy gondoljuk. Itt van. Ja, bocs, semmi. Rosszat nyomtam. Tehát heavy infantry, itt tudunk. Aha, az egész területen tudunk, az egész provinciában, nem csak magában, abban a városban, az egész provinciában tudunk gyártani, ami azt jelenti, hogy itt is tudunk. És jelenleg úgy néz ki a hadseregünk felépítése, hogy kicsit kevés az archer. Én pár archert ledobnék, ha nem gond, még pluszba. Csak hogy érezzék a törődést. És akkor, tehát arra nincs szükségünk, hogy vasat importáljunk. Akkor mire van? Ugye ide jött még egy trade route. Camel. Lehetne, hogyha van camelünk, akkor lehetne építeni tevét, de most szerintem annál valami fontosabb dolog is az életben. Grain. Local population growth plusz 0.1. És hogyha ezt... Most azt írja, hogy we currently have surplus in the capital. Kiváló, akkor az se kell. Fish. Abból nincs surplus, ez ugye adna National Freeman Happiness, ez meg Freeman Promotion Costot, ezek egyik se fontos. Wine, Army Maintenance Cost, ez megvan, szóval ból se kell. Precious Metal, Citizen... Local Citizen Happiness... City Province Loyalty... Nem érzem, hogy a legjobb lenne ez a képernyő egyébként ennek az eldöntésére. De oké, legyen, próbálj meg ezzel dolgozni, amink van. Tribesman Output. Archer Discipline. Stone, Local, Cohort Recruitment Speed, nincs a szükség. Supply Limit, nincs a szükség. Slave Output. Az nem lenne rossz, hogyha nincsen hempünk jelenleg. Nem tudom, van-e hempünk. Honnan lehet megnézni, hogy mi az, amit termelünk így az egész országban? Szerintem sehol, igaz? De itt van hempünk. Ez akkor itt érvényesül a hempnek a hatása. De át tudunk, és itt surplus is van belőle. És ezt egy hempet át tudjuk küldeni ide. Igaz? Ez ennek a lényege. Még tanulom a trade-et. Bocsi srácok. És hogyha lenne a kapitalban, akkor az Realm Offense-t jelentene. Jó, mi van még? Supply limit. Vegetables-ünk az van, azt tudom. Surplus and possible move slaves coast. Nem tudom még, hogy kell slaveket mozgatni. Na ez viszont jó, cloth. Local tax. Oratory tech investment. Ez kell nekem. Talán. Research point plusz 5. Az earthenware-re. Van nekünk earthenware? Vagy ezt úgy kéne behozni valahonnan. Eastern Deltából. Ami Egyiptom. Tehát Egyiptomból hoznánk be ilyen kancsót, köcsögöt. És kapnánk research pointot, vagy papírus hozhatunk be, az is azt adja. Plusz 20 research point, az mondjuk sokkal, mint a plusz 5 research point, lássuk be. És a papírus is Egyiptomból hoznánk. Oké, jó, hozzunk be Egyiptomból. Megvan. Megvan, hogy mi a nyerő. Oké. Akkor ez így ennyi volt egyelőre. És gyűjtjük a pontokat, hogy rakassunk klémet Taulanciára. Mert anélkül nem tudunk senkit megtámadni. És ugye Paenója, vagy Paeónia, ő a vazallusunk. Esetleg Dardániára van klémed? Nincs. Pedig de jó lenne. És
nincsen klémünk senkire. Az a baj, nincs képernyő, ami mutatna klémet, azt hiszem. Bár lehet, hogy a saját nemzeti diplomáciai képernyőnk Cassus Belli. Trákiára, Pürigiára, Szeleukidára, igen, és Egyiptomra. Szóval csak ezekre van, a régi, vagy az utódállamokra van csak klém. Úgy általánosságban nincsen másra. All countries granting this nation will join them. Tehát az Egyiptom meg Szeleukidák garantálnak? Ha, ez érdekes. Trákok meg a szövetségeseink, tehát igazából akkor csak a Pürigia az, aki ilyen ellenségünk maradt. Military access, exporting, importing, oké. Elkészültek a hadseregek. Mindent összevonjuk egybe. És amúgy a flottával meg el kéne kezdeni a védeni ezt a helyet, mert most az van, hogy hogyha minden igaz, akkor itt kalózkodnak. Chance of piracy. Nem, nincsen chance of piracy, mert hogy elég, ez nem úgy, mint az EU4-ben, hogy fel kell járőrizni a hajóinkkal, hanem elég az, hogyha ott van abban a kikötőben egy hajó, és akkor ő csökkenti a kalózkodás esélyét. Ami nice. Jó, most már sokkal jobban érzem magam. Mit szeretnél? Olives. Nem, boldogok legyenek az népeink, vagy az embereink. Európen Solis. Ez nem az, akinek odaadtuk a flottát? Nem, ez egy másik. Tehát lett egy valahonnan egy ilyen scorned family-nk. Eupolemosid. És van két gyereke, Kalisto és Charis. És ő most ilyen scornnak érzi magát, nincsen semmi munkája, meg semmi ilyesmi. Tudunk-e valamit csinálni? Demand support for air. Szerintem nem kell. Tőle tudnánk demandolni a supportot. Az erre. Jó. Nem jó. Oratóriba kerül ez is. Minden oratóriba kerül ebben a játékban. Jézusom. Inkább azt nézzük, hogy mikor tudunk támadni valakit. Nincsen senkire Cassus Bellink, ezt megalapítottuk, akit meg tudnánk támadni. Te leszel majd az, akit actually meg fogunk támadni. És most már megint más szövetségesei vannak. Epirus már nem a szövetségese. Hoppácska! Epirus szeretne Light Infantry Defense, azt nem fog tőlünk kapni. Te tudsz esetleg ideálni valahova? Supply limit 13. Jaj, nagyon alacsony a supply limit. Itt valahol láttam egy jót. Itt 27. Akkor ide be tudunk állni. És mi kicsit közelebb vagyunk. Cassander the Energetic. Seem nothing is capable of tiring or Cassander antipatrid. It is rumored that he sleeps for 3 hours a night and wakes brimming with energy, ready to juggle 3 jobs and a family. Szóval nagyon energikusak vagyunk, kaptunk egy energikus trétet, ami ad nekünk plusz egy marshal, plusz egy finesse. Rosszul mondtam, nem fitness, finesse. Köszi Edibás, hogy felhívtad a figyelmet rá az előző részben. Ezek nem rossz tulajdonságok, az inflammation ez azért, jó, hát azért lássuk be, ez para. De a többi nagyjából rendben van. Egyébként elég meglepően lassú az egységek mozgása, ez meg valami idegesít, amit itt láthattok. Hogy állandóan spamelnek minket ezekkel a kérésekkel. Nem köszönjük. Nem kérünk a váratlan barátokból, meg a távoli rokonokból. Azt hiszem. Hogy is van most a trade overview? Capital surplus. Viszont máshol, ami nem kapitál, lehet surplusunk. Mondjuk itt, fishből van surplusunk. Az, hogy a fishből itt surplus van, az csinál-e valamit nekem? Igen. Ez a kettő, ez local population growth plusz 0.05-öt ad. Ez a hemp, local slave output plusz 2%, tehát ezek mind stackelődnek, ha jól nézem. Iron, na ez local manpower, minden stackelődik, de akkor miért adnám el? Pénzből jók vagyunk. Supply limit plusz 2.5, ez erre a tartományra pont kell a supply limit. Cohort recruitment speed, az lehet, hogy nem kell. Ezt a leathert, ezt eladhatjuk valakinek. A leather, hogyha valaki leatherért jön, akkor azt odaadjuk. Itt glass. Van, meg wine, meg grain, az is jól jön, hogy grainből van plusz. Ez is mind teljesen remek dolog. Leathert adok, minden mást el lehet felejteni. Olives, glass, ezeket kérik. De nem, én csak leathert szeretnék adni nektek, srácok.
kérlek, hallgassátok meg szavam. Hogyha háború megyünk amúgy, akkor ezt a sereget ketté kell majd szedni sajnos. Mert ez a 25-ös, ez elképesztő sok attrition magához fog venni. És a fiamnak fogom valószínűleg odaadni a másik sereget. Közben van egy új invention-a. Csak azért, hogy hozzá legyennek, hogyha valaki az lojálisak lesznek, akkor hozzá legyenek lojálisak. Na most kéne megvenni ezt a Fabricate Claim Coastot. Azt hiszem, itt lenne az ideje. Vagy hát ugye a Miltech Investment, ez a másik opció. Ami szintén nem hülyeség. Kicsit le vagyunk maradva a Miltekkel. Jó, legyen a Miltek először. Most felmentünk plusz 100-ra. Nincs ennél jobb? Diomedes Dided. Nincsen. 6-os a legjobb, ő pedig 9-es. Itt is 10-es, az tök jó. Ő 9-es, és ő pedig 8-es. Még talán téged lehetne lecserélni, hogyha nagyon ragaszkodnánk, hogy cseréljünk le valakit. Technology. 4-es. Nincsenek jók egyszerűen. Nincsenek jók. De nem sokára elkészülhet a klémünk. Borzasztó sok hely készülnek a klémek ebben a játékban. De az is igaz, hogy legalább több dolog van tennivaló. Itt a internal management az kicsit jobban működik szerintem. Mint a legtöbb, mondjuk az EU4-ben. A cégeket többen is ugye azért elég jól működik. Az EU4-ben kifejezetten nem. Na ez! Envoy from Hellenistic Local Trade, vagy Taulancia requesting to import leather. De nem, pont az ellenségünk kéri. Pont ők kérik, akiket meg akarunk támadni, és pont Light Infantry Defense adna nekik, akkor ezt elutasítom. Bountiful Harvest. Word has arrived that this year's harvest was exceptionally good in the city of Aceros. Whilst the merchants may be holding their heads in their hands, the people rejoice at the plummeting price of bread. Perhaps next day we'll demand circuses. Szóval van egy csomó kenyerünk, kapunk egy stabilitást, vagy kapunk 80 aranyat. Stabot kérek? Stabot kérek, igen. Egyébként változni fog a stabilitás, az agressz... Az nem biztos, de a stabilitás, meg talán a legitimáció rendszere is változni fog az új patchben. Az 1.1-es patchben, ami nyáron jön elvileg. Már most elkezdték beszélni arról, hogy milyen újdonságokat fog hozni. Lesz benne például rendesen kidolgozott hajó, tehát flotta, harc normálisan fog működni, nem úgy, ahogy most működik. Téged viszont átdobunk ide. Ide, igen. Szóval, ja. Te mit kérsz? Ja, military access-t. Jó, kapsz. Aztán... Halikarnosszusz. Aztán ugye a római dupla konzuli rendszer, még ilyesmik. Na, te most ki vagy? Jaj, ne szaggassál annyira. Te Alice vagy. Jó, neked adok. Alice. Who the fuck is Alice? Neki exportálunk bőrt, és cserébe kapunk pénzt. És ugye a bőr volt az, amit megnéztünk, hogy fölösleges, hogy van nekünk. Rodoszban elvileg van egy rodoszi kolosszus, de nekem fogom sem, hogy hol van. Mint az ókori virág hét csodája. Mondjuk Halikarnosszusz. Nézzétek, csak itt van a Halikarnosszuszi híres épület. Az megvan, aztán itt van valahol az Egyiptomban, a piramisok is itt vannak, szóval elvileg a világ hét csodája ott van, viszont a Halikarnosz vagy Rodoszi kolosszust én nem találtam meg még. Úgyhogy ha tudjátok, hogy hol van, akkor please, mondjátok el. Miletos, cancel the Milexes, oké, semmi gond. Glast kérnél, Hempet, Glast. Glast, military access-t. A petition approaches. A major individual by the name of Theodomus Dided. Tudom ki vagy, te vagy az egyik kutatóm, igaz? Legalábbis Dided volt ő is. Lehet, hogy nem ez, ez nem ugyanaz. Approached our Basileus in private this morning. In a hushed voice he spoke of a vision of the near future in which he was found by his loved ones. Having been ritually sacrificed. Fel fogják áldozni azt álmodta? Vagy az volt a látomás, hogy feláldozzák a szeretteit. With shaking hands, he offered all his worldly goods to the estate in return for a protection. Tehát azért cserébe, hogy megvédjük, azért ad nekünk pénzt. 85 aranyat, vagy pedig 50 oratory powert.
az ott 50 oratory power-t választom. Tehát meggyőzzük, hogy minden rendben lesz, nem kérjük a pénzét. Oké, és meg is van ezzel a szükséges mennyiségünk a claimre. Most te háborúban vagy. Oh boy. És egy szövetségesen van az is Messápia? Hát van egy rossz hírem neked. Vagy számodra. Jönnek a görögök. Azaz mink. Ketté szedjük a hadsereget. Mondjuk ők is görögök valószínűleg. Ők görögök? Hát mi sem vagyunk görögök a szózoros értelmében. Taulanciaiak. De mi meg makedónok vagyunk, szóval whatever. Tehát ez lesz az egyik sereg, ami jön. 13-as. Akkor az el fogja bírni a limit. A másikat pedig megkapja a fiunk. Alexander. Ugye ő a trónörökösünk, ha jól tudom. Nem, Fülöp a trónörökös. Alexander a harmadik a trónon. Oh-oh. Fülöp mennyire jó? Fülöp nem tud az lenni. Hát akkor... adjuk ennek az embernek. Ő, ugye ő az, aki hiszített, hogy ő scorned. Hát ha elmúlik tőle. Akinek van két gyereke, de nincsen családja. Igen, elmúlt tőle. Jó, szuper. És akkor az egyik hadsereggel feljövünk. Ide. És te kivel háborúzol amúgy? Most így, ha szabad megkérdeznem. De kivel háborúzol? Látom, hogy háborúban vagy, az oké, de kivel? Ah, csak behívtak egy háborúba. Akkor az annyira nem... az nem számít nekem. Tehát ez nem okoz nekem örömet. Ha mindenki a helyén van, akkor viszont támadunk. Olimpia! Igen, ez egy, hát idézőben játékmechanika, igazából csak egy ilyen esemény, ami néha feljön, hogy kit akarunk küldeni az olimpiára. Küldhetjük Arhelaust. 5. Nem. 5. Arhelaust Proctid. Aki szerintem nekünk semmink. Nem dolgozik nálunk. És a Fülöpöt támogatja, szóval az jó. Vagy pedig Prepaluidot, aki pedig... szintén... Governor, ő egy governor. Őt lehet, hogy nem kéne elküldeni, mert egy lojális governor. Ő meg csak a Proctid családnak a feje. És... ő is Fülöpöt támogatja. Nem tudom, hogy számítanak a statok. Ő 8703, ő pedig 9555. Tehát mindenképpen ő lenne a jobb választás. Ha nem lenne Gavna. Úgyhogy küldjük Arhele, azt hát, ha meghal. És Elisben rendezik az olimpiát, tehát itt. Itt, és itt van Zeus templom, ami szintén az ókori világ egyik csodája. De még ma odaérsz? Nagyon lassan mozognak az egységek ebben a játékban egyébként. Sokkal lassabban szerintem, mint eddig. Itt mi történt? Pont őt küldtük el. Lehet. Akkor kinevezzük a fiunkat. És ő ad nekünk Moral of Armies Impact. Az mondjuk nem ártan, hogyha jó lenne. Na jól van. Elvileg készen állunk a háborúra. Mi ez a sok szövetséges? Te jó ég. Ez ilyen Defense League, vagy micsoda? Valószínűleg Defense League. Aha, Defense League-ben vannak. Nem olyan, amivel nem tudnánk megküzdeni szerintem. Hát, megpróbáljuk, aztán meglátjuk. Max érdekes háború. Ezt behívjuk Trákiát is, mert nincsen semmi negatív következménye, hogyha nem hívjuk be. És elindítjuk az első háborunkat ebben a játékban, ever. És az lesz, hogy délről jövünk. Ugye itt hegyek vannak. Viszont itt fogunk megállni. És te lejössz ide. És te lesz az utánpótlás. Előre küldjük a magunkat, 8-as tábornokok vagyunk. A fiunk az csak 6-os, nem is a fiunk. De ő csak 6-os. És akkor délről próbálunk érkezni az országukba. Hát kíváncsi vagyok, ez hogy fog elsülni, és most háborúban vagyunk. Ezekkel itt mind. Ami azért nem gyenge, de szerintem mi állunk jobb. Mert ugye erősebbek vagyunk. Ami a hadsereget illeti, azért nem olyan rosszak azok, azt nézzétek. Van valóban 36 ezer light infantryuk, viszont nincsen heavy infantry. És nincsenek hajóik, úgyhogy a hajót is átdobjuk. Ugye azért készítettem elő ide ezt a flottát, hogy ő segítse az ostromokat majd. Hogyha összevonja ezt a teljes hadseregét, akkor lesz para. De hát, ha nem. Na, itt lesz egy csata, ahol mi leszünk, elvileg mi leszünk a védekező. Igen, azért, mert nem ostrom,
hanem csak egy terület, ezért mi leszünk a védekezőek. 6-3-4, a mi hadseregünk, 3-7 az övék, és a nekünk jobb a parancsnokunk, és erősebb a hadseregünk is, és miénk lesz a benefit a területből. Tehát azért, mert hegyekben védekezünk. Kérdés, jön-e még valaki? Ezt azért oda küldöm ilyen utánpótlásnak, bár amúgy lehet, hogy nem kéne, mert akkor lehet, hogy visszavonja magát. Augusztus 16, várj meg, amíg belokkol, jó? Ja, mert belokkolt. Elég rosszul látható az a lock jelzés, de ott van, hátjátok, belokkolt. És utánpótlásnak oda küldjük őt. Citizens abroad. Some of our citizens have left Pelagonia, Macedonia Secunda, to settle down in our Vesalpania city of Stobi, Macedonia Secunda, bocsánat. As they get more used to our ways and learn from our citizens, we hope Paonia will be able to advance and become more civilized as well. After all, this is just a part of the agreement we have made with the settled tribe. Citizen Pelagonia moves to Stobi. Tehát vesztettünk két darab citizen Pelagóniából, ami elég para, amúgy. És lehet, hogy új inventionünk, mert ez nem tudok mit csinálni, tehát ez most már így maradt. Az új inventionünknek azt szeretném, hogy Army Morale Recovery Speed 2% plusz, ez most jól fog jönni. Ebben a háborúban, azt hiszem. Na lássuk mi, hogy sikerül ez az ütközet. So far so good. Ugye úgy néz ki a csata, hogy ő jött a skirmishing-el, mi pedig jöttünk a shock action-nel. Most ha itt megnézem, akkor azt mondja, hogy a skirmishing az sehogy nem viszonyul a shock action-höz, de a shock action sem viszonyul sehogy a skirmishing-hez. Oké, szóval akkor ezzel nem múlik semmi. De azon túl pedig 100 a disziplína, morál magasabbról indul nyilván, és terem penalty on the attacker. Szóval ez elég easy. Meg is van. Kaptunk 5.6 popularity-t, which is nice. És ők vesztettek 2600 egységet, mi pedig csak ilyen 500-at kb. Plusz kaptunk egy nagyon pici war exhaustion-t, de semmi komoly. És őt tovább küldjük így. Jó. Azt hiszem ez így rendben lesz. Remélem ez így rendben lesz. Nem tudom, hogy hova vonul vissza az a para ezzel most. Fogalmam sincs, hova vonul vissza. De nekünk előre kell haladnunk. Elfelejtjük, hogy... Ja, semmi. Ide nem tudok jönni, meg ide se tudok jönni. Valamiért. Epidanemoszi erőd miatt. Aha, akkor benn megyünk meg, osomoljuk azt az erődöt. Közben a szövetségesem csinálnak én valamit. Nem, mindenki ül a seggén. Ez nagyon hasznos. Ezt mondjuk valaki elfoglalhatná, ha? Paeonia. Vagy Paeonia, nem akarod elfoglalni mondjuk azt a szép várat? Nagyon szép vár, megadnám neked. Komolyan, tied lehetne. Tudod milyen jót ülni benne? Valószínűleg mondjuk oda vonulnak most éppen vissza. Egyre jók vagyunk. Olympics concluded, hát nem nyertünk, azt már látom. Kapok 5 popularity-t. És ő nyert, Ikadion Agaoklid. Nice. Jó neki. Én is szívesen nyertem volna, de elvileg meg lehet nyerni, nem tudom mitől függ. Ez olyan, mint hogy a modban is, az Imperium Universe, ez mi volt a modnak a neve? Nem emlékszem. Szóval abban is benne volt az, hogy olimpiára kellett küldeni mindig az egységeket, de nem nagyon lehetett megnyerni. Már mint biztos meg lehetett, csak... Értitek, az egy EU4 mod volt. Vagyis egy, hát még most is EU4 mod, csak kicsit újra kezdték, kinda. Egyenlőre jók vagyunk. Egyenlőre szerintem minden rendben van. Te itt ötrisönözöl? Aha, ötrisönözik. És itt is? Itt még jobban. Akkor maradj ott egyenlőre. És nagyon figyelünk, hogy nehogy betörjön valahonnan ellenség az országunkba. Igazából csak el kell foglalni ezt az erődöt is, kész a háború. Nagyjából. Ott jön egy ellenség. Na lássuk, hogy ő segíte nekünk most ebben. Ugye te most benne vagy a háborúban? Te nem vagy benne? Hát vazalusom vagy! Ne idegesíts, mi az, hogy nem vagy benne a háborúban? Nem tudom beírni sem a háborúba.
franc, ezt meg kellett volna csinálni, mielőtt elindítjuk a háborút mi. Jó, akkor ezzel indulunk haza. Mert az viszont be fog jönni az a hadsereg. És az ellen muszáj valamit tenni. Reméljük, hogy közben itt nem csapnak le ránk. Azt hittem segíteni fog, vagy Trákia esetleg. Trákia, te benne vagy a háborúban, ne idegesíts. Igen. Igen, te benne vagy a háborúban. Te nagyon sok háborúban vagy benne. Azt írta az előbb, hogy igen, itt van, tessék, ezekkel minden háborúzik, Bizantionnal is, többek között. Na jó, remélem ez az ostrom gyorsan meg lesz. Megállt ott, jó, akkor mi is megállunk itt. Mondjuk itt, ah, már tovább lépett. No worries. Minden rendben van. Csak az erődöt kell megverni, vagy megnyerni. Miért? Miért? Te miért kezdtél el mozogni magadtól? Jézusom. Para. 21-en legyünk az erődostromban. Persze lehet, hogy nem lesz elég. Lehet, hogy csak fel kell menni éjszakra majd. Hát nem tudom, hogy menjünk ezzel az egységgel. 28%. Mert hogy ezen az... Ugye itt van egy... Hegység, ezzel nem tudunk átmenni, meg kell kerülni. Viszont mire odaérünk, addigra ő be fogja venni. Kérdés, hogy merre vonul tovább. Délnek, én is erre gondoltam. Talán a másodikat már meg tudjuk szerezni tőle. 28%? Na? 42. Szóval a második ostromnál talán el tudjuk kapni. Csak nagyon lassan mozgunk. Látjátok, milyen lassan mozgunk? Azt sem tudom, mikor érünk oda. De valószínűleg baromi sokára. És ez odaér 17-re. Aha, elindult vissza. Elkezdett menekülni. Akkor kapjuk el éjszak felől. Próbáljuk meg elkapni. Ez ilyen tök jó fogócska körbe körül. Sacking of Epidamnos. Bevettük. Jó. Nem csinálunk semmit, mert ez a milyen lesz ez a terület. Úgyhogy csak kérek popularitást, meg egy nagyon pici aranyat. És most ez elkezdte bevenni. Látjátok? Ez, a Zone of Control, elkezdte megszerezni ezeket a területeket, és nem ment föl a War Score, méghozzá azért nem, mert még nem vettünk be mindent. Minden egyes területet el kell foglalnunk ahhoz, hogy amilyenk lehessen a War Score. Szereztünk egy embert. Mit tudunk csinálni egy emberrel? Enemy Captured. Ki tudnánk végezni? Ki tudnánk banisolni? Flogolni tudnánk, release-elhetnénk. Hát amúgy release-elhetjük. Release-eljük, nincsen szükségünk. Ez egy ilyen jó move lesz, mindenki szeretni fog. Viszont gyorsan ketté vált, veszem ezt a hadsereget, hogy minél gyorsabban elfoglalhassuk a területeket, és megkötessük a békét, talán. Most ide jön ez, akkor talán el tudjuk kapni. Na, Taulancia szeretne békét kötni. Mi a béketárgya? Tavlancia, Illyria, Grékatú, Makedónia. Ezt én nagyon elfogadom. Valamiért az AI nagyon könnyen felajánlja a békében a mindenét. Sokkal könnyebben, mint az eddigi játékokban. Úgyhogy abszolút elfogadom. És meg is nyertük a háborút ezzel. Tessék, most már ez a Makedónia. Na itt van egy esemény, ami minden egyes háború után megtörténik. Hogy mit akarunk csinálni az elittel? Mondhatjuk azt, hogy hát mit? Nyilván meggyilkolni mindet. Úgyhogy ezzel kapunk 5 népszerűséget. Vagy mondhatjuk azt, hogy csak néhányat gyilkolunk meg, és párakat elküldünk, számüzetünk. Ez csökkent az aggressive expansion, nagyon most 4.15 amúgy. Mondhatjuk azt, hogy a fontos karaktereket börtönbe zárjuk, a többieket pedig hát megöljük. Ez ilyen visszatérő téma, ez a megölés. Vagy pedig, hogy egyenként döntünk. Én azt szoktam, hogy egyenként döntök, és egy családot megtartok. Mert különben nem lesz elég karakter az udvarban. Például ebbenek a proteid családnak 20 tagja van, az nagyon sok. Ennek 14 nagyon sok. Nem akarom, hogy nagy befolyásuk legyen. Úgyhogy maradjunk a Taulantid családnál, aminek 6 tagja van. Veszítünk vele 5 popularitást. Viszont a többieket pedig kivégezzük. Amiért pedig kapunk 3-at. Right? Pontosabban keresztre feszítjük. És akkor meg is van oldva a probléma. Na, mit mondasz?
Starving Pops, az el fog múlni, Lack of Govna. Igen, ide kell Govnát rakni. És egy olyan valakit szeretnék Govnának. Archelaus Proctid. Őnek a lojalitása 99. Én szerintem jó lesz ő. Jobbat el sem tudok képzelni hirtelen. Ő az, akit küldtünk az olimpiára, nem? Ezt a vén embert. Király. Na gyere vissza ide. A többiek maradjanak itt egy picit. És kaptunk pénzt valamiért. Mindenkitől is. Mindenki elkezdett pénzelni minket. Nem tudom, hogy miért. Aztán mi van még? Ja, hogy itt nincsen commander. Ti ha összejöttök ide. Szóval még 13. Mi pont annyian vagyunk. Szereztünk egy kötőt, úgyhogy te is ide jöhetsz. És akkor ezeket összevonjuk a saját parancsnokságunk alá. Van-e most olyan egység, amelyik lojális lett? Itt úgy látom, hogy van egy. Ez az egység, ez lojális lett ahhoz a karakterhez. Itt pedig... Itt elég sok lojális van szerencsére hozzánk. Úgyhogy semmi gond. És akkor nyilván van egy Scorned Family, az aki... Akit... Most ugye elhoztunk. A másik országból. Neki adhatnánk valami melót. Néhányuknak. De elég gyenge tulajdonságaik vannak. Ez egy 8-as finesz, az jó, ez meg egy 8-as mill. A 8-as millt használhatjuk. Ő jó lehetne ide. Episztrategosznak. Bár ott egy karszid van, és azt hiszem a karszidok múltkor hisztisztek, hogy nekik valami nem volt jó. Hol vannak a karszidok? Itt vannak. Most jelenleg... 2%-on vannak, és 2%-ot szeretnének. Aha. Tehát az, aki... Akitől vehetnénk el, az a Proctit család. A Proctit család. Csak. Meg esetleg a Daedid, meg esetleg a Zenonid. Proctit, Daedid, Zenonid. Itt van egy Antrippa, Fidilén, a Karszid. És esetleg a kutatásfejlesztés területén. Daedid. Ha őt lecserélném, csak hogy a 9-es. Szóval nem lenne a legjobb lecserélni. Egy 8-asra. Igazából ők se lennének boldogok, a Taulantid család se lenne boldog, meg utána a Daedid család se lenne boldog túlságosan. Azt hiszem, hogy nem lenne boldog. Hogy vagytok ti most 3%-on, abból 1%-on a researcherből. És ti meg szeretnétek 2%-ot elérni, de nem vagytok elég jók hozzá, az nem bara? Proctid. Ugye a Proctidtól tudunk elvenni. A Proctidok milyen tisztséget töltenek be? Itt írja, egész jól. Van egy Govna, és két researcher. Az egyik researchert lecserélhetnénk. Legyen ez. Ez egy egész érdekes rendszer. Azt kell, hogy mondjam, ez egész érdekes rendszer. Ez Karszid, és két Proctid researcherünk van, meg egy Daedid. Tehát őt lecseréljük Taulantidra. Lassabban fogunk kutatni, az tény. Jelentősen lassabban, de nem csak arra meghal, és akkor rendben lesz. Polybus, wow. Szóval ő 10-es, őt nem kéne. Ő meg 9-es, őt le tudjuk cserélni. Egy Karszid, egy 10-es Karszidra le tudnánk. És akkor... mondjuk lecserélnénk őt, és akkor elvehetnénk innen a Karszidot. És ide raknánk egy Taulantidot. 8-as az 5-ös helyett. Hát nem örülök neki túlságosan, de legyen így. Ide rakjuk a Karszidot, és ide rakjuk a Taulantidot. Nagyon leesett itt a kutatás, de mindenki boldog! Everybody's happy! Jól van, köszönöm szépen a figyelmet, ennyi volt a Hellén Hegemónia második epizódja, innen folytatjuk jövő héten. Írjátok le a véleményeteket kommentben, meglátásaitokat, hogy a hadsereg ez csak rossz helyen van itt. Átküldjük ide. És találkozunk nem is jövő héten, hanem vasárnap. Sziasztok!